Megtelt a Bessenyei aula az új egyetemistákkal hétfő délelőtt. A diákok a beiratkozáson többek között a Neptun használatáról és a tárgyfelvételről tájékozódtak. Az intézmény oktatási rektor helyettese arra hívta fel a figyelmüket, hogy sok diák a rossz órarend összeállítása miatt csúszik fél éveket, ezért érdemes figyelni és helyes sorrendben felvenni a tantárgyakat. A Nyíregyházi Egyetem szeptembertől 4 felsőoktatási szakképzést és 16 alapképzést indít, az osztatlan tanárképzésen pedig 18 fajta szakpáron tanulnak a diákok. Tanárképzésre idén is sokan nyertek felvételt. Azt mondom, hogy versenyképes munka lehetőséget majd biztosítson és tudást, és szeretném minél jobban teljesíteni. Azért jelentkeztem ide, mert nekem több ismerősöm is jár az egyetemre. Mondták, hogy nagyon jó az iskola, jó a szak, érdekel a tantárgy is, a sport is érdekel, ezért jelentkeztem ide. Hogy mit várok el, hogy igazából jól legyen az egész év, hogy ne le kell mindig befeszülni, és lazulós legyen azért, legyen a legmerevebb az egész, ugye ezt várom már igazából. Az általános felvételi eljárás keretében a pedagógus képzés volt a legnépszerűbb a felvételizett diákok között, kiemelten az óvodapedagógus szak. A pótfelvételi eljárás tekintetében pedig a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakra vették fel a legtöbb jelentkezőt. De általánosságban elmondható, hogy sokan jelentkeztek sportszervező képzésre is, valamint a közgazdász tanári sikerszaknak mondható, közölte az intézmény oktatási rektor helyettese. Az új hallgatók pontos létszámát majd akkor tudja az intézmény, ha már befejeződött a beiratkozás. A teljes létszámkeretet még nem tudom megmondani, a beiratkozás az még most folyik. Annyit tudunk, hogy az általános eljárásban 1088 hallgatót vettünk fel, most a pót eljárásban 75 hallgatót várunk a beiratkozásnál, és a beregszászi képzésünkre 26 hallgatónak várjuk a felvételét. A szakirányú továbbképzési szakoknak a beiskolázása még folyamatban van, tehát teljes összlétszámot majd csak akkor tudunk mondani, ha már teljességében lezárult ez a folyamat. A Nyíregyházi Egyetemen szeptember 1-én szombaton ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik a tanév, majd szeptember 3-ától hétfőtől pedig az egyetemistáknak is megkezdődik a tanítás.